Sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, meg valamennyitöket, és Isten hozott itthon, különösen az édesanyákat. Nekem itt van nagymamám is, meg édesanyám is, úgyhogy próbálok nem elérzékenyülni, meg ugyanaz maradni, aki vagyok, vagy lennék, vagy ilyesmi. De hogy, hát azért sokszor van, hogy hát a szüleink jelenlétében kicsit más, hogy viselkedünk, hogy beszélünk. Úgyhogy, hát van ilyen. Ami így feljött bennem a dicsőítés közben, és egy-két mondatot így hadosszak meg veletek az este folytatásaként, az egyik az, hogy a mi Istenünk, akiben hiszünk, az egy olyan Isten, aki családokat egyesít. És ez milyen szép dolog. És gondolkodtam, hogy az a történet, amiben most vagyunk, mint közösség, amit most veszünk együtt, az hogy lehetne abból azokat a részeket kivenni, ami valahogy anyák napja. És hogy valahogy anyák napja, hogy édesanyák, hogy anyukák, tehát hogy ezt próbáltam keresni, aztán azért nem kellett sok idő, hogy rájöjjek, hogy ez a történet a legtökéletesebb erre, mert hogy maga a történet egy nagyon szép családegyesítésről szól, viszont ez volt a jó hír, viszont a rossz hír az, hogy ez a rész az jövő héten fog következni. A mai rész is nagyon jó lesz, de hát következő héten fogjuk folytatni. Múltkor már említettem néhány szóban, hogy mi, mint közösség, fokozatosan átlépünk egy új szakaszba. Januárban évelején szokott lenni ilyen évindító, víziós vasárnapunk, és a legtöbb részlet az ott fog elhangzani, de most már abban az időszakban vagyunk, így majdnem fél év van év végéig, hogy ilyen átalakulás van, és ilyen-olyan pontokon előkészületek vannak. Az egyik kulcs szó ezzel az új dologgal kapcsolatban az az evangelizáció, és visszafele az látszik, hogy az a szakasz, amiben most vagyunk, azt a nevet kapja, hogy főpróba. És most pénteken néhány így összeültünk, kicsit így ötletelni, meg gondolkodni. Ebben most nem sok fog látszódni, de hogy alkottunk egy ilyet, ha valakit érdekel, akkor itt lesz a színpadon, meg lehet tekinteni. Ez ilyen evangelizációs masterplan, brainstormingot, meg gondolkodtunk Isten jelenlétében, hogy milyen gondolatokat adott már most a szívünkben, mi az, ami mozdulat minket már egy ideje ezzel a témával kapcsolatban, és Isten jelenlétben próbáljuk megtalálni azt, hogy így együtt merre vezet minket Isten tovább. Szóval, ha bárkit érdekel, ez itt lesz a színpadon. Jó. A másik gondolat, ami feljött bennem a dicsőítés alatt, az arról szól, hogyha keresztény körökben járatosabb vagy, akkor biztos, hogy legalább egyszer hallottad azt a megállapítást, hogy az idősek és a fiatalok közötti mekkora ellentétek vannak, meg hogy különbségek, és hogy bezzeg az idősek, meg bezzeg a fiatalok. De azt hiszem, hogy nem csak a keresztények között létezik ez az állítás, amivel kapcsolatban én hiszem, hogy amúgy hazugság. És hiszem, hogy ez az este is közelebb visz minket ahhoz, hogy meglássuk azt, hogy nincsen semmiféle ellentét idősebb meg fiatalok között. Nincs több különbség egy idősebb korosztály meg egy fiatalabb korosztály között, mint két fiatalabb között, vagy mint két idősebb személy között. Ezt hiszem azt, hogy ez a gonosznak a munkája. Bármerre nézünk körülöttünk, látjuk azt, hogy van olyan dolog ebben a világban körülöttünk, amit hívhatunk úgy, hogy rombolás, és ez létezik. És milyen szép magunkat akár hétről hétre is arra emlékeztetni, hogy van egy olyan Isten, akit mi követünk, aki pedig azon dolgozik folyamatosan, hogy az ő családját újraegyesítse. És most is, és ma is. Ez milyen szép dolog. Szerintem nagyon szép. Nagyon szép. Ma este is folytatni fogjuk a flipchartot, és közben lesz a PPT-nk is, úgyhogy lesz egy-két különleges mozdulatom, előre is elnézést. A
A sorozat, amiben vagyunk, azt a címet kapta, hogy Hegyen Völgyön, és a mai esténk ezen belül a harmadik rész. Ez nagyjából arról szól, hogy hát hegyek meg völgyek is vannak az életünkben, természetesen mi azt szeretnénk, hogy az életünk szárnyoljon, és folyamatosan haladjunk előre, meg felfelé, de hogy vannak, akár akaratunkon kívül is bekerülünk völgyekbe, mélységekbe, és az ószövetségi személynek, Józsefnek az élete is erről szól, hogy voltak völgyek is az életében, meg hegyek is, és amikor ami volt, azon ment keresztül. Ezért hiszem, hogy valamennyünket bátoríthat a ma esti történet is, ami az elmúlt történetnek lesz a folytatása. Ki az, akit bátorított a legutóbbi történet? Hát szerintem gyönyörű volt, nagyon, nagyon szép volt. Egy kicsit ilyen volt benne azért bátorítás, meg örömhír az mindig lesz, meg van, meg volt. De hogy egy kicsit ilyen szomorkásan fejeztük be. Mindjárt ide is állítom a flipchartot. Mindenki látja? Közepesen. Középre. Hát középen a tévénk van. Oda tudjuk állítani. Jó. Hamarosan belemegyünk egy kis visszaemlékezésbe, és pontosan attól a ponttól fogjuk folytatni, ahol múltkor abba hagytuk, de előtte még imádkozunk egyet közösen. Nagyon köszönjük, Atyánk, a te gyönyörű munkádat, ami nem is a kereszten kezdődött, és nem is ott végződött, de az mégis valami hatalmas és gyönyörű pont volt ahhoz, ahova újra és újra visszamehetjük. Köszönjük Jézust, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük azt a történetet, amiben most vezetsz minket, azért vagyunk itt, hogy meglássunk, hogy meghalljunk dolgokat, tőled akarunk hallani dolgokat. Az a vágyunk, hogy szólj hozzánk a te igédből, hogy olyan lehessen az igénk ma este is, a te igéd ma este is, ami számunkra, amiben belenézhetünk, amiben megláthatjuk magunkat, ami tükör lehet a mi életünkben, ami segít szembenézni dolgokkal, ami segít fel egyenesedni újra, előre, és felfele újra te rád vetni a tekintetünket. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Jézus nevében. Amen. Amen. Jó, a tabletem lemerült, úgyhogy ma ilyen különleges lesz a tabletem. Ez kicsit ilyen komplikáltabb, de ez az igazi A4-es papír. Ez a legjobb. Jó. Ki emlékszik, hogy mi volt az utolsó gondolat, ahol abba hagytuk múltkor? Esetleg. Egy valaki. Az utolsó gondolat, vagy utolsó pont, ahol abba hagytuk, az volt, hogy... Hát, na, ez már egy személyes átformálódás, de hogy mindenki. De nagyon jó. Akkor gazdagodás volt az elmúlt egy hétben, ez nagyon jó. Az első szakasz, amiben ma belemegyünk, és öt részre osztottam a történetünk folytatását, az arra fog szólni, hogy Isten terve a te életedre. Van te életed, van Isten, és van egy terv. És ez a két vers volt a legutolsó, amit múlt este vettünk, amivel befejeztük az estét. Ez arról szólt, Józsefnek a története itt indult, hogy Isten adott neki egy álmot, egy különleges álmot, majd néhány nap vagy hét elteltével, legalábbis néhány sorra lejjebb, azt mondjuk, hogy még egyszer látott egy álmot. És itt látjátok a flipcharton, hogy az az életút, ami ezután következett, és amit múltkor vettünk, az hát lineáris volt, de mondjuk lépcsőzetesen rajzoltuk, de hogy nem felfele vezetett, hanem lefele. Hát József élete, ugye 17 éves pásztorfiú, így indul a történet, és először eladják a testvérei, majd rabszolgaságba kerül, utána egy hamis vád alapján börtönbe vetik, és az utolsó rész az volt, ahol tartottunk, hogy Józsefet elfelejtették. Tehát még a börtönben is egy elfeledett férfi lett. És
És ugye rengetegszer beszélünk arról, hogy van-e ilyen, hogy Isten terve a mi életünkre, hogy az mit jelent, hogy az hogy lehet megtalálni, az hogy lehet megfogni, azt így keresni kell, vagy ez hogy van? Vagy el lehet rontani, mellé lehet-e lépni, vagy mellé lehet-e menni, ki lehet-e kerülni ezt a tervet. És én azt gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy Istennek van egy terve valamennyünk életére, és az sem kérdés, hogy ez a tervez jó. Mert hogy Isten jó, és jó a terve velünk, és különböző, valamennyünkek legkülönbözőbb módon kommunikál folyamatosan azon dolgozik, hogy minél közelebb vonjon magához, és ezt látjuk József életében is. Fogalma nem volt, hogy mit álmodott. Ő éppen konkrét álmok formájában kapta meg azt, amiről elég hosszú évekig, majd nap ki fog derülni, hogy hány éven keresztül nem vált világosra a számára, hogy ez valami rémálom volt? Mert ha igen, akkor amúgy megvalósult. Vagy ez milyen álom volt? Vagy lehet, hogy tudod, így előző este ugye másfél órával lefekvésről nem szabad enni. Ez nagyon fontos. És lehet, hogy ezt nem tartotta be kétszer. Tudod. És így evett, sokat vagy keveset, de hogy ettől voltak álmai. Szerintem biztos legalább egyszer, mondjuk egy börtön mélyén, elfeledett börtön, ez lehet, hogy a mínusz szint volt a testőrparancsnok börtönében, az legalább egyszer eszébe jutott, hogy jó, hát ez volt egy álom, most ez a valóság, elég nagy különbség van a kettő között, és azt látjuk, hogy azóta be is rajzoltuk ezt a pontot, ezt az álmot, amit az álom alapján, ami arról szól, hogy a családja leborul előtte, kétszer is, az valahol egy ilyen szép dolog, egy ilyen előremutató dolog, az egy ilyen nagy dolog. Ha csak így gondolom bele, azért elég fura, hogy nem véletlen akarták megölni a testvérei, hogy azt álmodja, hogy a családja leborul előtte. Tudod, ez ilyen... Hát az nem a család egyesítő álom, így önmagában. És azt gondolom, hogy az az álom, ami Isten álma mi életünkre, az nem egy olyan dolog, amit keresni, kutatni kell. Azt látjuk a Bibliában rengeteg helyen, hogy Istennek a tervei azok lépésről lépésre fedik fel magukat, és ez szerintem nagyon szépen alliterál azzal, vagyis nagyon szépen párhuzamba állítható azzal, hogy Jézus magát is lépésről lépésre követjük. Valahol több helyen is úgy fogalmazza meg ezt a Biblia, hogy lélekben járni. Ami elég szép, meg így önmagában megfoghatatlan. Hiszem, hogy a ma este is egy kis betekintést nyújt ebbe is. De hogy ahogy lélekben járunk, ahogy követjük Jézus lépésről lépésre, úgy fedi fel magát ez a terv, Istennek a terve a te életedre is. Én azt gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy ez van-e, hanem az a kérdés, hogy te hiszed, hogy mi hisszük-e Isten álmát, Isten tervét, vagy Isten akaratát a mi életünkre, és hogy akarjuk-e. Tehát, hogy nyitottak vagyunk-e erre, és nyitottak és készek vagyunk-e arra, hogy lépésről lépésre kövessük őt, abban, hogy ez így lépésről lépésre kibontakozzon. És élni az életünket, az igazából bárhogy élhetjük. Ugye, hogyha belegondolunk, egy kicsit így ironizáltunk azzal, hogy hát egy 17 éves pásztor fiúcska, hát milyen perspektívára számíthat. Lehet, hogy 50-60 évesen már több báránya lesz. És legtöbben ezt ugye nehezen tudjuk elképzelni, mert legalábbis egyetlen bárányunk sincs. Ahol mondjuk legutóbb beszéltem erről tegnap, ott ez nem jött be, mert az egyik srácnak volt egy báránya. Az már néhány kilométerrel vidék, és már megtörténik ilyen. De hogy alapvetően tudod, hát milyen álmot adhat Isten egy pásztor fiúnak? Egy jó pásztor fiúnak. És azt gondolom, hogy igaz a másik oldala, hogy mivel bárhogy élhetjük az életünket, ezért ebből kikerülhetünk. Tehát tehetünk arról is akár, hogy Isten terv és Isten álma ne valósuljon meg az életünkre, hogyha ezzel nem foglalkozunk, hogyha ezt nem követjük, ezt mi kikerülhetjük.
következő szakasz az, hát az a nehezebb rész, ez kevésbé motiváló. A szenvedés útja az életünkben, a szenvedés útja a te életedben, az én életemben. Ugye egy olyan Jézus mellett döntöttünk, akinek az élete a szenvedésről szól. Legalábbis az a 3 év szolgálat, és szenvedéssel is halt meg. És mi jelenleg ugye a szabad világban élünk, de egyszerűen az hozzátartozhat, hogy időről időre, ahogy követjük Jézust, érhetnek minket olyan dolgok, amik érték Józsefet is. Az egyik lefelé lépcső, az éppen annak volt a következménye, hogy például egy nőnek sokadik ostromlása után is nemet mondott, és ezt a hőt teljesen másképp adta be a férjének, és ezért börtönbe vetették. Úgyhogy egy jó dolgot tett, a saját igaza mellett állt ki, Isten mellett állt ki, a hűség mellett állt ki, és rossz lett a következménye. És ez velünk is ugyanúgy bármikor megtörténhet, és szerintem sokunkkal történt is már meg legalább egyszer, hogy jó irányba léptünk, jót tettünk, és nem jó lett a következménye. És az nem egy kellemes dolog, az nem jó érzés megélni és megtapasztalni. És lehet, hogy szó szerint mi nem fogunk átmenni azon, hogy rabszolgák leszünk, bár szerintem néhányan vagyunk a teremben, akik így időnként rabszolgának érezzük magunkat. Igen, néhányan. De hogyha nem is így klasszikusan szó szerinti értelemben, mint ahogyan a feketéket hurcolták át a fehérek Afrikából Amerikába, de legalábbis érzelmileg időnként érezhetjük magunkat rabszolgának. És ha nem is szó szerint börtönbe kerülünk, de időnként fogjuk úgy érezni magunkat érzelmi szinten, mint a börtönben lennénk. És fognak érni megalázások, és mi is lehet, hogy voltunk már ott, vagy leszünk ott, hogy elfelejtenek minket, lehet, hogy nem is látszik a legalsó szó, elfelejteni. Józsefet elfelejtették a börtönben, ott felejtették. És ez történhet velünk, hogy mi magányosnak érezzük magunkat, hogy egyedül érezzük magunkat, miközben azt tanítjuk, és azt hiszük, és azt gyakoroljuk, hogy mi vagyunk a legkevésbé egyedül, hiszen Isten eléjük a mindennapjainkat. Nem? Tehát, hogy mindig legalábbis ketten vagyunk. Legrosszabb helyzetben is. De van, hogy lehet, hogy nem így fogjuk érezni. Ami nagyon fontos, és azt látjuk József életében is, hogy ez az időszak, amit mi úgy hívtunk, hogy hívhatjuk úgy, hogy a nem értem időszak, vagy hívhatjuk úgy, hogy a fájdalomnak az időszaka, vagy hívhatjuk úgy is, hogy a várakozásnak az időszaka. Más szóval úgy is hívhatjuk ezt az időszakot, hogy a felkészítésnek az időszaka. Azt láttuk, hogy párhuzamosan, amikor egyre nehezebb lett József élete, akkor visszafele megnéztük, hogy igazából mindig ott volt ezekben a nehézségekben mellette Isten. Amikor a testvéreim meg akarták ölni, akkor ő nem halt meg, mert az egyik testvér azon dolgozott a háttérben, hogy életben maradjon. Amikor eladták rabszolgának, akkor Isten mellette volt, és azon dolgozott, hogy József sikeres legyen rabszolgaként. Ezt olvassuk szó szerint, ami nehezen érthető, sikeres rabszolga, ilyen oximoron. Szóval még lejjebb került a börtönben, ott megint sikeres lett, ő lett a főrab. Ő gondoskodott az egész börtönről, és azt olvassuk, hogy a börtönparancsnoknak csak azzal kellett foglalkozni, hogy reggelizzen, ebéden és vacsorázzon. Vagy ha 5 menü volt, akkor még tea, meg uzsonna. Ez csak táplálkoznia kellett József mellett, mert József mindenről gondoskodott. És ha arról beszélünk, hogy a felkészítés szakasza, akkor előjön az a két dolog, hogy egyrészt a felkészítés az arról szól, hogy valamire való felkészítés, másrészt pedig arról szól, hogy valaki felkészít minket, valaki fel szeretne minket készíteni. Tehát, hogy valamire készülünk fel, és itt József valamire készült fel, és valamire, mármint valamire, és valaki. Tehát valaki ott van, aki felkészíti őt valamire. És hogyha Istennek adjuk az életünket, akkor ő maga az, aki személyesen felkészít az ő álmaira, az ő tervének a megvalósítására valamennyünket. És ez lehet szép gondolat már itt több év kereszténység után, de azért lehet elég durva mondat is.
Itt a térben többször tartunk egy ilyen kurzusot, céltudatos élet kurzus, és azt hiszem, hogy a második ilyen kurzus alkalmával az egyik hölgy az egyből kiakadt a második alkalmon, mert hogy az a könyv, amit együtt veszünk ezen a kurzuson, az úgy kezdődik, rögtön az első mondata az a könyvnek, hogy az élet az nem rólad szól. És szerintem amúgy elég normális dolog, hogy kiakadt ezen. Már úgy kiakasztó. Mert úgy mindenhol az ellenkezőjét halljuk. Tehát, hogy van egyetértés. Igen. Ez így van. A következő rész, amiben folytatódik Józsefnek a története, az arról szól, hogy a szenvedésnek vannak gyümölcsei. Ez még mindig ellentétként hangozhat, de azt gondolom, hogy a mai versek, amiket venni fogunk, azok még szebbek, mint a múltkoriak, és rögtön meg fog szépülni ez a kékes ember sraffozott rész. Mert hogy van ilyen, hogy gyümölcsök a szenvedésben. Úgy folytatódik a történet, hogy ugye elfelejtődött József a börtönben, majd a fáraó is elkezdett álmodni, és a főpohárnok, akinek az álmait megfejtette József, ő neki egy idő után mégiscsak eszébe jutott, hogy van egy börtön tölteni, vagy fegyenc, van egy fegyenc, aki tud álmokat fejteni, és a legutóbbi két álom, amit ott megfejtett, a börtönben az bejött. Mind a kettő, a pékmestert hát kivégezték, a főpohárnokot pedig felmentették, és visszakerült a fáraóhoz, és a fáraónak is volt két álma, és azt olvassuk, hogy elmondtam ezeket a varázslóknak, de egyikük sem tudta megfejteni, mit jelent. Ugye Egyiptomban járunk, kb. 3700 évvel ezelőtt, és a fáraók körül óriási csapat bölcsember volt, és lehet, hogy ez kicsit ilyen fantasy gondolatnak tűnik, hogy tudod, varázsló. Hát a Harry Potterben azok vannak. De hogy azt olvassuk, és a történelmet is lehet ezen a szűrőn keresztül nézni, főleg ha vannak különböző tapasztalataink saját életünkben, hogy létezik ez a dolog. Létezik a természet feletti világ, léteznek különböző szellemek, és léteznek képviselők, léteznek olyan emberek, akik kapcsolatban vannak ezzel a szellemvilággal, és őket hívjuk itt varázslóknak, vagy a fáraók körül varázslóknak, és ezeket az álmokat nem tudták megfejteni. És én azt gondolom, hogy ma Magyarországon azért lehet az, hogy az ezoterikus polcok, azok havi szinten nőnek a könyvesboltokba, mert hogy mi keresztények nem biztos, hogy a helyünkön vagyunk. Nem biztos, hogy elég bátrak vagyunk. Lehet, hogy sokszor nem is hiszük el azt, amit olvasunk, Istennek a szavát, vagy ha el is hiszük, nem képviseljük. Mármint csendbe képviseljük, tehát, hogy nem igazán képviseljük. És ennek egyértelmű következménye az, hogy más szellemiségeknek teret adunk, lehetőséget adunk, mert az emberek belül vágynak arra, hogy kapcsolatuk legyen a természet feletti világgal, vágynak arra, hogy az üresség, amit rengetegféle dolgokat próbálunk kitölteni, azt ilyen dolgokkal kitöltsék. És úgy folytatódik a történetünk, hogy Józsefet a fáraó elé rendelik, és így felelt. Felség nem én, hanem Isten az, aki a megfejtést tudtára adja a fáraónak, ez pedig felséged javát szolgálja. Tehát ugye ez a hír ment a fáraóhoz, hogy van egy srác, aki tud álmokat fejteni. És én azt gondolom, hogy ilyen szenvedések után, amikor semmit nincs és semmilyen lehetőséged nincs, de a börtönbe így rájössz, vagy valahogy felszínre tör az, hogy hát azért legalábbis álmokat tudok fejteni. És egy ilyen időszak után az ország első embere elé hoznak, akkor biztos, hogy az lenne az első mondat, vagy gondolat, hogy igen, Mr. Fáraó, a hír igaz, a minuszról jövök, tehát, hogy börtönből, gondolom volt szaga, meg ilyen fura ruhája, vagy lehet, hogy felkészítették előre, de hogy az álomfejtés, az tényleg megy.
bízza csak rám, jöttek az álmok, és akkor nézzük. Mert ez megy. És tudod, ilyen teljesen értetetlen, hogy ezeken a sok minden szenvedéseken átmegy, és az azt erősítse meg benne, hogy Isten jó. Hú, de erre vezet. Úgy érzem, hogy egyre inkább ezek az álmok, amiket adott, így válnak valóra. Egyik cellából a másikba. Az életem sinem van, Isten kezében erősödök, és tudod, valamilyen érthetetlen oknál fogva ez a mondat jön fel belőle, hogy ez az első, amit mondt, hogy nem én. Itt minden lehetőséges körülmény alatt, hogy azt mondja, hogy én sok mindenhez nem értek, nem tudom, ott egy börtönparancsnok, nem tudom, mit csinál, de hogy lehet, hogy segített kinyitni a cellákat étkeztetés előtt meg után. Tudod, és tehát, ha egyetlen egy ilyen dolog van, ami ezért az ember, akkor az az utolsó, hogy azt mondja, hogy hát az is Isten, és én semmi vagyok. És ezt mondja, kb. Az első mondat, amikor a világosságra jön, az arról szól, hogy bizonyságot tesz Istenről a fáraónak. És azt látjuk a történet folytatásában, itt ugrunk egy nagyot, de aztán majd visszaugrunk, hogy Józsefnek időközben lett egy felesége, és lett két gyermeke. És így nevezi el őket, első szülöttjét Manassénak nevezte József, mert azt mondta, bizony elfeledtette velem Isten minden keserűségemet, és apám családját. Második fiának az Efraim nevet adta, mert ezt mondta, megszaporított engem Isten szenvedésem földjén. Két gyermeke születik, és mind a kettőt erről az időszakról nevezi el. Ugye a héber neve kicsit hasonlít az indián nevekhez, tehát ugye egész történet egy névben. És amikor ennek majd valahogy véget érnek a szenvedéses időszaknak, majd oda is ugrunk, de hogy így emlékszik vissza erre a szakaszra, hogy ez valóban egy keserű időszak volt, tehát keserűségről szólt ez a szakasz az életében, és szenvedésről. Ez a két szó, amivel összefoglalja. És majd főleg a következő részben fogjuk látni, hogy mit jelent az, hogy a szenvedésnek vannak gyümölcsei. Hogy a szenvedésnek vannak szép gyümölcsei, hogy arra emlékszik, hogy így áll ez a szakaszhoz, hogy Isten elfeledtette ezt vele, hogy Isten megszaporított. Mind a két gyermeke nevében ott van Isten neve, hogy ebben a szakaszban, ő ha visszafele néz, akkor nem azt látja, hogy hát ilyen szögre akasztottuk Istent egy darabig, ez a pihenő szakasz volt, történtek dolgok, és ha majd jó lesz, akkor az az istenes szakasz. Hanem hogy visszatekint, és azt látja, hogy ott volt vele Isten. Hogy ezekben a nehézségben ott volt mellette Isten. És hogy ezeknek ilyen gyümölcse lett, hogy ennyire komoly gerincet növesztett neki Isten, hogy az legyen az első mondata a fáraónak, ami ez az első mondat. Hogy nem én, nem az én képességem az álomfejtés, hanem ezt Isten adta, és ezt Isten cselekszi. Egyszerűen ezekben az években olyan jelleme lett Józsefnek, olyan szinten ilyen gyorsítósávra került az élete, és így hirtelen megérett. Ilyen hirtelen felnőtt. Tud, rengeteget beszélünk erről, hogy mit jelent felnőni, hogy gyermekkor, hogy felnőttkor, legtöbben ugye pont ebben vagyunk benne, akár innen, akár onnan. És a hitünkkel kapcsolatban is beszélünk úgy, hogy általában úgy, hogy hát a többiek az éretlenek, a többi keresztény. Én meg azért úgy, az érettség útján, több tapasztalat, látás, látomás, Isten használ itt ott, hogy jönnek az SMS-ek, e-mailek, hát ez az Úr, hogy vannak gyümölcsök. De hogy akárhol is járjunk, ez való az életévállás szakasza, és Józsefnek ez egy az egyben egybeesett azzal, hogy,
hogy szenvedés és keserűség. Tehát lényegében azt mondja, és azt látjuk, legalábbis visszafele mindenképp, hogy ez jó. Hogy a szenvedés az jó, hogy a szenvedésnek van helye, a szenvedés az előre viszi az életünket. A negyedik szakaszunk az, ez lesz a csúcspont, ez nagyon jó lesz. Annak ezt a nevet adtam, hogy egy vezető élete. József, a vezető. József élete. Az volt a helyzet, hogy valóban Isten segítségével megfejtette ezeket az álmokat. Ilyen nagy kalász megette a kis kalász, a nagy tehén a kis tehenet. Lényeg a lényeg, hogy így egyből tudta meg, látta, hogy ez Egyiptommal kapcsolatos, méghozzá Egyiptom jövőjével kapcsolatos, arról szól, hogy jön 7 bőesztendő és 7 szűkesztendő. Mármint ilyen agrár értelemben. Tehát, hogy sok gabona egy darabig, aztán meg kevés gabona egy darabig. És így folytatódik a történetünk. A fáraónak és tanácsadóinak nagyon tetszett József terve, egyből applikált rá egy tervet, ezt majd direkt utólag fogjuk venni. Ezért a fáraó így szólt hozzájuk, ki lehetne alkalmasabb erre a feladatra, mint ez a fiatal ember, akiben Isten szelleme lakik? Ki lehetne alkalmasabb erre a feladatra? A fáraó, az ország első számú embere, és most gondoljuk azt, hogy ő nem ilyen családi sarj, hanem így fáraó-fáraó, tehát hogy alkalmas a vezetésre. Az akkori világ egyik legnagyobb hatalma, legnagyobb birodalma, tehát nagyon komoly kihívások voltak. És egy pillanat alatt meglátja abban a srácban, akiről eddig annyit tudunk, hogy hát ért a bárányokhoz, és rabszolga, de sikeres, végül is egy sikeres rabszolga, és a börtönben ott is sikeres volt. Ennyit tudunk a srácról, és a fáraó így belenéz a szemeibe, és néhány mondat után azt mondja, hogy hát ki lehetne alkalmasabb nála. Erre a feladatra. Aztán Józsefhez fordult, mivel Isten neked mutatta meg mindezeket, nincs nálad bölcsebb és értelmesebb férfi. Hol szerzett bölcsességet meg értelmet? De mi lehet az a cella, az hanyas cella? Hogy lehet az, hogy a szenvedésből Isten nem az, hogy valamit kihoz, meg úgy, hát úgy megtart, vagy már szóval túléljük, hanem bölcsesség és értelem. Hogy ilyen gyümölcsei vannak. Téged bízlak hát meg, hogy viselj gondot egész birodalmamra. Népemet szabad kormányozza és engedelmeskedjenek neked. Csak a királyi trón tesz engem hatalmasabbá nálad. Most azért egész Egyiptom kormányzójává teszlek téged. Az milyen komoly. És hogyha visszagondolunk az álmokra, az legalábbis részben már megvalósul. Az milyen szép, hogy elég sokáig így lefele tartott a lépcső, de aztán jött valami lift, és így egyből. Magyarországon hogy hívjuk ezt a posztot, vagy pozíciót? Nem menjünk nagyon be, csak kicsit. Igen. Hogy? Helyettes miniszterelnök. Igen, lehet, hogy ez rázós terület. Szóval most maradjuk Egyiptomban. Tehát az ország második embere. Mi volt az a beszéd, és hogy milyen élet állhat valaki mögött? Tehát ahhoz, hogy ilyen pozícióba kerüljön valaki, az úgy kell tanulni, úgy kell taposni, úgy kell lobbizni, olyan cégnél annyi év, annál a szervezetnél annyi év, külföldi tapasztalat nyugatra és keletre, és akkor sokat ugrálsz a király előtt, és akkor egyszer csak észrevesz. De József így a -8. Volt az egyik cellában elfeledve, és ez lett a következménye. De hogy még nincs vége,
Ekkor a fáraó levette a pecsétgyűrűjét, és József ujján húzta, majd megparancsolta, hogy Józsefet öltöztessék rangjának megfelelő, finom lemvászon ruhába, és aranyláncot tett a nyakába. Nem tudom, hogy erről néhány sorról eszetekbe jut-e egy történet. Igen, a tékozló fiú története. Az mennyire komoly. Azután elrendelt, hogy a fáraó második harci szekerén hordozzák körbe Egyiptomba, és kiáltsák. Térdeljetek le József előtt, itt már az álom, ez manifestálódik. József harci szekéren, az nem volt az álomban, de hogy térdelnek József előtt, úgyhogy mondjuk néhány órával előtte börtönbe volt. Így tette a fáraó őt egész Egyiptom kormányzójává, ezt mondta a fáraó Józsefnek, jól lehet, én vagyok Egyiptom király, de tudtad is beleegyezésed nélkül, hogy a kis ujját sem mozdítsa senki országomban. És az, hogy az álom másik része hogy válik valóra, azt jövő héten fogjuk venni, de hogy, sőt, az még ennél is sokkal szebb, pedig így harci szekéren végig masírozni. Nem tudom, ki vágyik amúgy erre, de biztos jól lehet, hogy mindenki térdel, meg köszöntenek téged. De hogy ez az út, ami József végigment, az a vezetővé válásról szólt. Arról szólt, hogy József egy 17 éves birkapásztor valahogy vezető lett attól, hogy a családja eladta, hogy rabszolgált és börtönbe volt. Ez nem ezt tanítják, tudod, érettségi után, hogy felvi.hu, szóval hogyan legyél vezető, és akkor, hát így nem ezt mondják nekünk, mert nem ezt tanítják nekünk, de azt olvassuk, hogy minden egyes lépésnél, minden egyes pontnál az ő életében ott volt mellette Isten. És itt megyünk egy kicsit vissza, ez az a rész, amikor József megfejti az álmot a fáraónak, és abban a pillanatban, hogy kimondja az álomfejtés utolsó mondatát, az a levegővétellel jön belőle az első mondata a megoldás tervnek. Most hát jelöljön ki felséged egy értelmes és bölcs férfit, és adjon neki felhatalmazást egész Egyiptomban. Egyúttal rendeljen felséged felügyelőket, akik a bőség hét esztendeje alatt begyűjtik az egész országból a termés ötöd részét, gyűjtsenek össze minden tárolható élelmet és gabonát a bőséges években a fáraó raktáraiba, és őrizzék azt a városokban. Legyen ez a raktározott élelem az ország tartaléka az éjség hét esztendejében, amely eljön Egyiptomra, így a szűk esztendők miatt nem pusztul el az ország. Tehát, hogy a fáraó álmodott, és azt olvassuk a történetből, hogy már ez is Isten kezdének volt a munkája. József megfejtette ezt az álmot, és azzal lendülettel meg is oldotta a problémát, megadta a probléma megoldás kulcsát. Mert ugye az egy probléma, az egy országban egy óriási probléma, hogy lesz 7 év, amikor nem lesz élelem, és ő egyből összerakta, majd ezt kell, úgy kell csinálni, oda kell menni, akkor az fog történni, és ezt így összerakjátok, minden jó lesz. Hogy lehet az, hogy egyből? Tudod, azzal a lendülettel még, nem tudom, már a mi pincékben nem lehet érezni doh szagot, de általában lemegyünk egy pincébe, az első, hogy megcsap a doh szag. És szerintem Józsefnél így volt ez a dolog. Már visszafele, tehát ő így jött ki a börtönből, ami szerintem dohos volt, és így volt doh szaga. Mert hogy ott élte az életét. De hogy lehet az a felkészültség, hogy abban a pillanatban, amikor átfordul az egész életem, mondjuk néhány óra alatt, ő így tudja a megoldást, tudja a választ, és megmondja, hogy merre tovább. Szerintem az egyetlen magyarázat erre az, hogy folyamatos készenlétben volt. Hogy folyamatosan fel volt arra készülve, hogy mikor válik valóra ez az álom. Hogy mikor lesz az,
Amikor Isten behoz egy változást, ezek a körülmények, egy dohos börtön, az legkevésbé alkalmas. Az nem motiváló, igazából szerintem semmire. De mondjuk én nem tudom elképzelni, még közel sem ezt a helyzetet. De hogy Józsefben valami dolgozott ott, ahogy Isten megérintette, ahogy Isten lépésről lépésre ott volt az életében, ahogy Isten az élete legelején adott neki álmokat, ő folyamatosan ezt várta, ennek a beteljesülését várta. És folyamatosan fel volt készülve arra, hogy mikor jön el az a pillanat, amit Isten előre elkészített az életében. És én hiszem azt, hogy ugyanúgy, ahogy ez probléma volt akkor Egyiptomban, és Isten kijelölt egy férfit ennek a megoldására, ugyanúgy van egy olyan probléma ma a világunkban, szinte a kezdetektől fogva, amit a Biblia úgy hív, hogy bűn. De mondjuk hívjuk úgy, hogy rák. A rák egy probléma, egy olyan betegség, amit nagyon régóta kutatnak nagyon sokan, nagyon komoly pénzekből, nincsen megoldása, nincsen ellenszer rá, de az milyen lenne, hogy így van egy valaki, és a Biblia szerint mi vagyunk azok, akinek Isten megadta, megmutatta az ellenszert, és ránk bízta azt, hogy ezt terjesszük. Ránk bízta az örömhírt, az evangéliumot, Jézusnak a megváltását, amit Jézus csinált a kereszten, ami az egyetlen megoldása erre a problémára, amit úgy hív a Biblia, hogy bűn. Más szóval azt is mondhatjuk, hogy ahogy ment József végezzen az úton, úgy ő folyamatosan a király embere lett. Az egyik, itt ez a király, akiről beszélünk, a fáraó, az ő embere lett, de van egy másik király, akinek hiszem, hogy már akkor az embere volt József, amikor még egy közepes sikerű juhpásztor volt. Egy közepesen sikeres juhpásztorként a királynak az embere volt. Tehát ebből egyértelműen következik az, hogy akár rabszolgaság, akár börtön jöjjön, ő lehet egy földi királynak is az embere. És... az utolsó? Hamarosan a végéhez érkezünk ennek a résznek. Azt hiszem, hogy valamelyik versben volt a 30 év, 30 éves korában. Lehet, hogy nem. Na a lényeg az a sor kimaradt. De hogy ez a nap az életében, amikor a fáraó elé került, ekkor 30 éves volt, és azt tudjuk, hogy A pontban 17. Ez egy nagyon gyors fejszámolás után azt jelenti, hogy egyből mindenki kivonja a két számot. Ez jó, mert ez volt a cél. Mert ez a nagyon komoly, hogy ez az időszak József életében, amit egész múlt vasárnap úgy apostrofáltunk, hogy a várakozás időszaka, ez 13 éven keresztül tartott. 13-szor 365 napon keresztül. Igen, majd ma hiszek, ma lesz az a nap, Isten tovább visz, és megígérte, azt mondta, ma egy új nap van, ez az a nap. Börtönbe az első ember, aki felkelt, József, ez az a nap. Uram, itt vagyok, készen állok. Használj, Uram. Tiéd vagyok. Az egész börtönbe használhatsz. Nem tudom, hogy számozzák a cellákat. A 203-as celláig is használhatsz, Uram. Hányszor érezzük ezt, meg tapasztaljuk ezt az életünkben, a határainkat? A vezetés az nem másról szól, és a vezetővé válás folyamata, mint arról, hogy Isten kiterjeszti a határainkat. És egyre nagyobb hatásunk van. És az nehéz, amikor 13 éven keresztül azt érzed,
Ebben most nem lehet tudni, hogy mennyi volt a rabszolgaság meg a börtön. Valószínű, hát talán mindegy is, hogy melyik lehetett jobb. De hogy ez az időszak az ő életében erről szólt. Hogy az a tapasztalata volt folyamatosan, hogy végesek a határaim, hogy Isten engem biztos nem tud használni, hogy nincsen hatásom. Hogy nem tudok bizonyságot tenni, nem tudom bemutatni Isten szeretetét. És valahol nagyon mélyen dolgozott, és hiszem, hogy valamennyi számára ez bátorító lehet, számomra mindenképp, hogy valahogy ott dolgozott benne az, hogy lesz egy másik nap, lesz egy új nap, lesz egy új időszak, lesz egy áttörés. Tudod így, milyen jó lenne így minden vasárnap az úgy hozzáállni. Ma lesz az áttörés, vagy lett hétfő is. De hogy nem keresztényként időnként csinálunk ilyen összejöveteleket, hogy az áttörés napja, ez egy másik csapat. De hogy mi keresztényként is ezt várjuk, hogy ez lesz az áttörés az életünkben, vagy a másik életében, akit hívok már, neki kell az áttörés. Én már köszönöm, uram, de neki tényleg kéne áttörés. De hogy, és az lehet, hogy 13 év. Lehet, hogy 13 év. És nem azért, mert Isten késett, vagy nem azért, mert Isten nem volt kész, vagy Istennek nem volt ereje, vagy nem volt hatalma, hanem azért, mert ahhoz, hogy ezt a feladatot Isten rábízza Józsefre, ahhoz erre őt fel kellett készíteni. Őt teherbíróvá kellett tenni, mert valószínű, ez csak ilyen teoretikus gondolat, hogy lehet, hogy egy 17 éves jó pásztor, az kevés terhet bír el. Lehet, hogy sok bárányt, de hogy ehhez képest lehet, hogy kevés terhet. És én hiszem azt, hogy az összes ilyen szenvedésnek egy bizonyos perspektívából ez a célja. Hogy Isten felkészítsen minket arra, hogy nagyobb és nagyobb terheket helyezhessen ránk, hogy kitágítsa a határainkat, hogy megsokszorozza a hatásunkat, és nem azért, hogy a végén elmondjuk, hogy az MTV-n, vagy csatornán sem érdemes mondani talán hangosan, vagy a TV2-n, vagy a... Tehát valamelyik csatornán, hogy igen, tényleg én vagyok az államfejtő, miről is lenne szó? Hanem azért helyez Isten minket ilyen helyzetbe, hogy elmondhassuk egy nap, és lehet, hogy csak egyszer, hogy ez amúgy nem tőlem van, hanem Istentől. Mert én Isten embere vagyok, de ha te felkérsz arra, hogy gabonákkal foglalkozzak, akkor leszek a te embered is. Mert hogy utána meg gabonákkal foglalkozott 14 évig. És az még szebb, hogy ennek mi a még nagyobb vetülete, amit majd jövő vasárnap fogunk megnézni, de hogy attól még szebb a történet, hiszen. És azzal a záró kérdéssel és gondolatokkal szeretném befejezni, és majd hamarosan a dicsőítő csapatot kérem a színpadra, ilyen egy-két perc múlva, hogy ki a király? Ki a király? Jézus! Jézus a király! És tudod, itt 30 éves koráig ács volt, aztán 3 évig tartott a szolgálata, és a tanítványok ilyen nagyon durván letargiába estek, visszamentek a halakhoz. Amikor úgy fejeződött be ez a kaland, ami hát a messiás, tehát hogy ez nem egy kaland, hanem a kaland, amire évezredek óta várunk, úgy fejeződött be, hogy kivégezték. Hát az így a vége. Azt hittük, hogy ő a király, hát mindegy, akkor visszamegyünk a halakhoz, majd lesz még, vagy elképzelni, nem tudom, hogy mit gondolhattak. És én hiszem azt, hogy a mi társadalmunkban, meg a körökben, ahol forgolódunk, ott nagyon nagy szerepeket tulajdonítunk a nagy pozíciói embereknek, de azt olvassuk a Bibliában, hogy jelen esetben Egyiptom királya, első ember a fáraó, az nem a király volt, hanem ő kapott egy lehetőséget, mert hogy Isten áll minden király felett. Minden földi király felett, minden földi királyság felett van a teremtő, az alkotó, aki a mi alkotónk is, a mi teremtőnk is, és ő a király.
És múltkor azt hiszem feltettem ezt a kérdést, hogy talán húsvétkor, hogy szeretnél a király embere lenni. És az a helyzet, hogy ez egy annyira nem is jó kérdés. Mert tovább kell mélyíteni a kérdést, mert azt hiszem, hogy azt kell meglátnunk és elhinnünk, hogy már a király embere vagyunk. József, ő úgy ment végig ezeken az időszakokon, a börtönön, a rabszolgaságon, hogy ő amúgy a király embere. És éppen ezért lehet, hogy valamelyikünknek ez a kérdés, hogy akarsz-e a király embere lenni, mert hogy Jézus megnyitotta a mennyet valamennyünk számára, és azon túl, hogy azon is dolgozik, és hiszem, hogy mi kis aranyos keresztények is azon dolgozunk, hogy a kis családjaimba békességet vigyünk. Nem mindig sikeresen, ha magamra gondolok, de hogy ahogy minket ezzel megbízott Isten, hogy béketeremtők vagyunk, és egyesítsünk családokat, ha csak kislépésben, ha csak gondolatban, és ha folyamatosan küzdünk is magunkkal, de ebbe vagyunk valahogy, ugyanúgy Isten, aki ezzel minket megbízott, ő pedig azon dolgozik, hogy az ő családját egyesítse, ami valamennyünk számára nyitott. És erre ez a ma este is lehetőség, hogy igent mondjunk Istennek, hogy igent mondjál Istennek, hogy igent mondjál a királynak. Szeretnék egy záróimát elmondani, utána a dicsőítő csapat fogja folytatni az estét, illetve szeretnék egy technikai infót is megosztani, ami szerintem nagyon szép dolog, vagy hát úgy készültünk, hogy szép legyen. Gyertek, kérek, állítok fel! Én először is személyesen szeretnék hozzád szólni, és bocsánatot kérni tőled, hogy néha nem, hogy nem dolgozok azon, és nem tudok azon dolgozni, hogy békességet vigyek a családomba, hanem néha azt tudom, hogy mi a békesség, mert én is távol vagyok tőled, és bocsánatot szeretnék emiatt kérni tőled. Köszönöm azt, Uram, hogy akármilyen dolgok is legyenek mögöttünk, akármilyen élet is legyen mögöttünk, azt láthatjuk, azt hihetjük, hogy Te mindig is ott voltál mellettünk. Nem miattunk, hanem magad miatt. Azért, mert Te vagy a szeretet, azért, mert Te így döntöttél. És ugyanúgy, ahogy József életében valóra vált az az álom, amit Te adtál neki, ugyanúgy ez valóság lett a mi életünkben is. És ennek egyetlen oka az Te vagy, Uram. Azért, mert ezt az álmot Te adtad. És ezt Te ígérted meg. És ebbe a tervbe szeretnénk belefolyni és belemélyedni ma este folyamán is. Jézus nevében. Amen. És kérem, maradjatok még egy kicsit állva. Amit látjátok, van néhány virág a színpadon, és ez nem véletlen van így. És az sem véletlen, hogy zöldnek tűnik, és ezért olyan, mintha nem virág lenne. Az info jutott el hozzám, hogy ha szeretetben gondozzák őket, akkor egy hét múlva virágosak lesznek ezek a virágok. Ez is ilyen kicsit ilyen hit dolog, tudod. Mármint amúgy tudjuk is, hogy tényleg virágok, de hogy nem látható. Egy kis idő kell, azért ez párhuzam. Szóval egy kis idő kell, meg amúgy víz, az is fontos, meg a nap. Úgyhogy próbáltunk minél több virágot hozni, hogy valamennyien tudjunk hazavinni édesanyának, hogyha esetleg nincs itt. Ha pedig itt van édesanyád és nagymamád, akkor az első szám alatt át lehet adni.